Jön nekünk egy jó kis TDI Fiat R3-as. Ifjabb Kanyik Antal és Andrész István. Hát a ladákkal most annyit tudunk kapcsolatba hozni, hogy azért Kanyik Antti ladával kezdte. A stílus az megmaradt, a ladás stílus, úgyhogy most is lehet csúszkálás, rendesen? 3200. Próbálunk idekezni, próbálunk gyorsan menni. Hogy gyorsan megyünk, akkor ezért fog úszkálni az autó biztos itt a vizen. A víznek egyébként örülsz, vagy jobban örültél volna, hogyha száraz idő volt? Nem örülök. Igen, mentem vizen, de szeretek én minden. Ugye ez egy ritka autó, egy TDI versenyautó. Annak idején ugye ezt futtatták a BB-n is, bár nem olyan sokat. Mennyire erős ez az autó? Hát meglátjuk, hogy Kanyik Antti hogy tudja uralni. Egyébként én szerintem nagyon jó, többször láttam már versenyezni. Itt van Kanyik Antal és Andrész István, ők is nekivágnak, tehát a 48. Puhás Centrum Rétaker Becsek Galinak. A pályán 236-os rajtszámmal, így a Kanyik Antal, valamint az ő navigátora, Andrész István. Vagy a Rally Európa bajnokságon teleti ezeket az autókat, aztán később úgy gondoltak, hogy mi is ebben az autóval, ahol a Puntulás 2000-esen jönnek ki a nemzetközi rally pályákra. Viszont hála Istennek maradt ebből az autóból pár darab. Köztük egy ide került Magyarországra, Kanyik Antiékhoz,